Na itt keressük meg az én bolond leányaimat. Nem nagyon látom így a képernyőn, szabad szemmel látom. Lássuk meg Medárda! Ott vannak valahol, nem vannak. Hoppá! Medárda, gyertek ide! Amelyikkel indult, melyik? Na gyertek ide! Szóval itt van a mi régi táborhelyünk, ez vagy 7-8 éven keresztül itt nekünk nagyszerű táborhely volt. Hoppá, élesítsük meg a képet egy kicsit. Nem tudom miért homályos. Ezzel mi a helyzet, hogy miért mind ilyen homályos ez a kép? Ha nagyítom, akkor homályos lesz. Várjál, hogy fókuszáljon. Ő magától fókuszál? Igen, igen, automatikusan fókuszál. Most várjál. Kicsit... Mi van? Mi történt? Megtikadtam. Na miért? Félrenyelt. Itt van Turika, és itt van Etelka is. Itt van az én három bolond leányom. Kell várni, hogy fókuszál. Tehát itt az a helyzet, hogy itt volt, itt töltöttük mi szépen a nyarunkat, ugye, ez itten víz, nem az ég, csak a vízbe tükröződik. Itt töltöttünk, és most többet nem fogjuk itt tölteni, mert ezt a szép helyet itten másoknak a javára, másoknak szerencsére, nekünk meg sajnos bérbe adták. Tehát itt az a lényeg, hogy az ember ne nosztalgiázzon és ne legyen szomorú, igaz? Igen. Igen. Mert mi tudjuk azt, mit tudunk, hogyha valami elmegy, akkor helyette jön valami másik, igaz? Igen, igen. Igaz, nem? Ez a bolond filozófiája, mi biztosak vagyunk abban, hogy igen, anyuka elment, s helyette jött Viola, nem? Igen. Jó, figyeljetek itt ide, melyik tud egy jót bolondozni? Melyik tud egy nagy bolondságot csinálni? Medárda, húzd ki a fejedből azt a sapkát, mi nem látszasz. Milyen bolondságot? Hát nem kell azért teljesen letenni, de igen. Hát nem tudom, te találj ki egy bolondságot, Turi. Hát már elég bolondságot te frizurál. Nézzétek meg Turikának a frizurája. Na. No. Hoppá, Etelka egy bolondságot csinál, sőt, ez verte magát. De nem látják most, itt nem látszik Turikától. Milyen bolondságot csináltál, Etuska, sőt, ez vágtad magát. Na, Edárda, fordulj szépen ide, és mondd el nekem, te mit tudsz a tarot bolondjáról? És apuka miért írt a bolondról egy regényt? Azt tudom én a tarot bolondjáról, hogy az a bolond, az nem azért bolond, mert nem keveset tud, hanem azért, hogy igenis sokat tud, mert boldog. De mitől boldog? Hát azért, mert gondtalan. De miért gondtalan? Azért, mert nem törődik vele. Nem igaz? Nem felelőtlen a bolond? Felelőtlen? Nem. Há? Azért, mert... Miért? Ha nem felelőtlen, akkor mi? Szájadon megint van valami a szájad szélébe. Mert tudja, hogy úgyis minden jóra sikerül. De miért? Honnan tudja? Honnan, hogy bízik Istenben. Aha. És hol van az Isten? Bennünk. Így. Hol, Medárda? Ott? Itt. Igen? Itt. Hát te, hol? Itt. Igen, mindenütt minden ott van. Igen? Igen. Sötét is van körülöttünk. És körülöttünk is. És igen, és ezt hogy kell érteni? Tessék? Ezt hogy kell érteni, hogy bennünk is ott van, és körülöttünk is ott van? Úgyhogy nem maradunk egyedül. Hát hogy? Az Isten akkor se csinál olyan... Hogyha valami rosszul sikerül, akkor megjavul a helyzet. Így van, és miért szokott rosszul sikerülni? Hogyha elrontottál valamit, és rosszul csináltál, és másoknak rosszat csináltál, és hazudoztál, titkolóztál, akkor lesznek a nagy bajok. Nem akkor, mikor az Isten meg... Nem akkor, mikor... Isten csak úgy nem büntet se sérülésekkel, vagy balesetekkel, hanem azért kapod azokat, mert valamit nagyon rosszul csináltál, és rossz voltál. Akkor, de miért szokott az ember s a gyermek rossz lenni, Medárda? Hát, azért, hogy
Úgy, hogy hazudik. Hát, hogy, ne, hogy tapasztalja ki a határokat. Azért van. Nem csak azért. Igen, van, akinek már nem kell kiszab... Van, aki már öreg ember, és már nem kell semmit határt kitapasztaljon, és mégis csinál gondosságokkal. Hát, mert az árnyékényük és a karmájuk vezérlik. Aha, és hogy milyen az a karma, hogy vezérli? Az ide fordulj, ne fordulj! A karma rossz tulajdonságok összessége, és egy dolgot jelent az egész. Igen. Igen, de az hogy, honnan kerül belénk? Ott van bennünk, vagy honnan van ez a rossz tulajdonság? Hát, ahol születünk. Igen? Úgy születünk. És akkor jó-e az, hogyha apuka és anyuka segíti a gyermekeket, hogy karmájukat meghaladja? Igen. Miért jó az? Azért, mert utána könnyebb lesz az életünk. Azért, mert azáltal, hogy legyőzzük a karmát, merjük legyőzni, úgymond, akkor azáltal boldogok leszünk. Ameddig boldogtalanok vagyunk, nem sikerül egy csomó minden, nem érezzük magunkat sikeresnek az életben, addig a karmánk nincs legyőzve. Hogy lehet azt legyőzni? Úgy, hát, hogy megmondod, hogy csak azért sem csinálom. Aha, mit? A rossz dolgokat. Aha. Jön sugallatod, hogy most hazudjál valamit, akkor megembereled magadat, és megmondod, hogy nem érdekel, csak azért sem csinál. Turika, te nem mondasz semmit? Te nem tudsz semmit a karmáról? Mikor van nálad a karma? Mikor jelentkezik? Mikor? Mit csinálsz? Mikor sírok. Na, olyankor haragszol, igaz-e? Kire haragszol? Magamra. Meg a helyzetre? Igen. Sorsra, igen. Na jó, melyik csinál egy jó bolondságot? Na, de még azt még nem tisztáztuk, hogy hogy segíti a bolondot a bolondság abban, hogy boldog legyen, hogy a karmáját legyőzze, hogy ne csináljon rosszat. Mert azáltal, mert merészebb lesz, bátorságot ad neki ez a bolondság, úgymond, hogy azért kell egy picike, de egy picike vakmerőség, úgymond. De nagyon apró. Vízcse. Szívem, tedd le azt a piros sapkát, mert olyan sötét a képed miatt. Úgy, na. Fázik a fejed? Igen. Akkor csinálj egy bolondságot, hogy ne fázzon a fejed. Hát nem úgy, na hát meg kell ütögetni, hova futsz? Hát a kicsit dörzsöld meg a fejedet, a füledet, a nyakadat, mint karat edzésen. Na ezek mit csinálnak ott, ne? Mit csináltok? Utánozunk. Kit? Utánozunk a dörzsöit, meg a futat. Futás! Na jó. A gyermekek elszaladtak, szaladnak a dolgukra, és én meg itt be fogom fejezni a bolondról szóló kis úgymond szabad eszémet. Az én sapkám nincsen, de itt van valami, amivel kicsit ki tudom ezt egyenesíteni. Jó, na nézzük meg, hogy milyen távol kell, menjek itt, akkor a távolságot le kell szűkíteni egy kicsit. Úgy. Még egy picit leszűkítjük a távolságot. Most már hiszen jó lesz, úgy. Tehát amit kihagytam még a bolond kérdéséből a délben, amikor készítettem a felvételt, az, hogy bolond nem nosztalgiázik. Itt nagyot tévedt Hanvas Béla. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyot tévedt Hanvas Béla, amikor azt mondja, hogy nosztalgia, hogy a bolondnak a titka és az ereje, és egyáltalán ez a bolond minősége, ez az erős spirituális minősége, az onnan van, hogy ő neki a valamiért a gyökere, vagy hogy mondjam, ez onnan szívja az erejét a nosztalgiából. Kérem szépen, ez nem igaz. Itt nagyot téved Hanvas Béla sajnos. Nagyon szeretem, nagyon sokat köszönhetek neki, szellemi atyámnak és félistenemnek nekintem, és így tovább. De itt a nagyot téved, és sajnos ő se tudta elérni ezt a bolond állapotát, lehet pont ezért, mert itt értelmezési problémái voltak. A nosztalgia, kérem szépen, az a, hogy mondjam, sorsellenes, az a Skorpióhoz tartozik, és a Plutóhoz. Tehát végső soron egy ilyen nagyon-nagyon finom, és de nagyon nőies, és annál veszélyesebb lázadás
a sors ellen, tehát az isteni akarat ellen. Nagyon-nagyon veszélyes tehát nosztalgiázni, tehát én azt szoktam ajánlani a horoszkóp rendelőimnek, akiknek ilyen 8-as házi újjászületési, tehát feltámadás, megváltás ellenes karmikus programot észlelek. Azt szoktam tehát mondani nekik, hogy a nosztalgiát semmiképpen ne engedjék meg maguknak, sőt, hogyha ilyen dallamokat hallanak, vagy ilyen nótákat, muzsikákat a rádióban például ott, ahol vannak, és azt hallják, hogy van ez a szomorú vasárnap, hogy mit tudom én, hogy is van. Van egy ilyen dal, hogy a szomorú vasárnap, vagy a végtelen, vagy fekete, vagy sötét vasárnap, ez ilyen nagyon... Tehát vannak ezek a fülbemászó dallamok, ezek a nosztalgikus dallamok, és ezek nagyon veszélyesek, mert az embernek a tudattalanját, mint a fekete szurok úgy befogják, és úgy lehúzzák. Azt hiszed, hogy olyan jól esik, olyan andalittó ez a dallam, és azt hiszed, hogy tényleg valami nagyon nagy szép dolgot, és nagyon művészít, és nagyon magasztosat élsz át általa is rajta keresztül, és közben nem igaz, mert ez mondom, ez hogy nosztalgia, tehát azt jelenti, hogy nem úgy történt, ahogy én szerettem volna, de azért most sem úgy élek, ahogy szeretnék, de azért a másik mégiscsak jobb volt valamennyire, ha nem is volt tökéletes, de mégis jobb volt, mint ez a mai nyomorult helyzet, és így tovább. Ez egy ilyen érzésvilágot tükröz, vagy hogy mondjam, sugal, vagy éreztet az emberrel, úgyhogy nagyon-nagyon veszélyes, és ez pontosan az ellenbolondság. Tehát a bolondnak mindig nagyjából derűsnek, vidámnak, vagy éppenséggel koncentráltnak. Amikor felerősek vagyunk, akkor nem éppen bolondkodunk, ugye? És itt még ezzel kapcsolatosan még tovább kell menni, és azt is el kell mondani, hogy nem nosztalgiáról van szó persze, hanem koncentrációról, felelősségérzetről, felelősségvállalásról, és így tovább. Mert hiszen azért átbolond, tehát szó ne legyen arról, hogy Kozma Szilárd olyanokat mond, vagy tanít, hogy átbolondkodhatjuk az életet. Nem igaz. Nem lehet az életet áthülyéskedni és átbolondkodni. És erre a következőt tudom mondani, ugye? Ez a Hofi Géza volt az, aki mintha ezt a bolond állapotot úgymond megtestesíteni. Magyar, úgymond liberális proletár kultúrában. És tessék megnézni, hogy azért ő is hamar elpatkolt. Tehát hogy nézett ki, hogy látszott, hogy puffadt az arc, az alkoholtól, minden. Nem volt az igazából boldog, nem volt bolond ember. És azért boldog sem volt teljes mértékben. Hülyéskedett úgymond, és hogy persze egy csomó mindent, egy csomó fonákságát a rendszernek leleplezte, és kigúnyolta, és így tovább, ugye, tehát egyfajta ilyen bolond szerepet azért csak betöltött ő a szocializmusban, ugye, utána is még voltak neki kabaréi még itt ott az országban, de már nem volt akkora súlya, már nem volt, tehát nem volt akkora tétje, tehát az a baj, amikor külső, hogy mondjam, ellentétezés, külső feltétel kell ahhoz, hogy én boldog legyek, vagy bolond legyek. Tehát volt feleségemnek, magyarázgattam, próbáltam valahogy ezt a bolond-boldog állapotot elmagyarázni, és tehát mind mondom neki, hogy az mi az, hogy az hogy van, hogy nem kell külső feltétele legyen az én boldogságomnak, és akkor mit lehet csinálni, akkor így kell bolondkodni. Tehát mit? Az ember, és ez a nehéz, és ez a lényeg, hogy az abszolút lét, amit mi csak boldogságként tudunk és vagyunk képesek érzékelni, az könyörgöm önmagától boldog. Tehát nincs neki olyan feltétele, mint nekünk itt, hogy valami külső dolog megvalósuljon, hogyha mit tudom én, a Gyuri fog szeretni, akkor én boldog leszek, vagy hogyha meg tudom venni azt a gyönyörű autót, boldog leszek, vagy hogyha lakásom lesz meg, akkor boldog leszek, és hogyha nem, nem. Tehát az abszolútumban még nincs fizikai dimenzió, még nincs külső világ, nincs külső feltétele, tehát önmagában maga a boldogság az abszolút lét. Ez a szegény kicsi Zolika, ez a nem Vanek, hanem Salek, igen,
Zoltán, aki eljárt Indiába is. Én tudom, hogy ő milyen abszolút megvilágosodásról beszélt, az a Véda által tanított Isten azonosság tudat, az abszolút azonosság tudat, igen. Jó, kérem szépen, de ez csak valami külsőség, amit ő átvett, hogyha őnek benne még ekkora gonoszság van, se ekkora gyűlölet, se ekkora ellenségképzet, ott Orbán Vikitől elkezdve a székelyekig, s a zsidókig, s mindenkit, hogy gyűlöl és utál, ugye, tehát szó nincsen arról, hogy az abszolútumban ilyen gyűlöletek léteznének. Tehát oda így visszamenni nem lehet. Tehát ő itt fog bolyongani, hogyha ezt a karmáját ő nem oldja fel, itt fog bolyongani a föld vonzásába, s a fizikai dimenzió vonzásába, még a világ. Tudjuk, miért a hazajáró lelkek úgymond miért nem tudnak elmenni, eltávozni, vagy felszívódni Istenbe, felszívódni a szeretetben és a fényben, az igazi Isten értelemben és az igazi szeretetben. Mert tudják, hogy itt a földi létben még nem végeztek el valamit, amit testben el kellett volna végezni. A fizikai dimenzió segítségével fel kellett volna oldani a karmát. Tehát igazi megvilágosodás az, amit te a földben munkálkodva és a földi problémákkal munkálkodva meg tudsz érteni. Felelősségeket vállalva és feladatokat vállalva és nehézségeket vállalva meg tudsz érteni. Az a megvilágosodás, aminek van vissza, hogy mondjam, pozitív, hosszú távú következménye is. Ami ténylegesen átalakít, mert Zolika nem alakult át egyáltalán. Ő leérte az 53 évét, és ő ahelyett, hogy tisztult volna a karmájától, még súlyosbította, még nehezítette a karmáját, hogy úgy mondja. Tehát, itt mi most hagyjuk az Zoltánt, tehát itt erről van szó, hogy megtanulni azt, hogy ne legyen külső feltétele az én boldogságomnak. Tehát külső feltételek nélkül tudjak boldog lenni. Értjük ezt? Mert vannak olyan, igenis olyan emberek, mint én, vagy éppen Zoltán, vagy éppenséggel Puli, de Pulinak ugyan ott van a Vénusz által uralt mérlegbe a lilitje, mint nekem. Zoltánnak ugyan ott van a nem ugyanott van, hanem a bikában van, ugye? De ezt is a Vénusz uralja. Nos, kérem szépen, és ugyancsak, akiknek a skorpió karmája van, ezek az emberek nem tudnak maguktól boldogak lenni. És pont ezt kell megtanulják az életbe. Az abszolút boldogságot. Ez a bolond boldogsága. És most mondom, hogy micsoda, hogy mit mondtam szegény feleségemnek, volt feleségemnek, de aztán nem tudta szegény. Nem tudott meditálni, állandóan a szörnyűségeket látott, mikor indult be a meditációba, akkor állandóan fogta el ez a félelem, ez a páni félelem, amiről beszéltem, tehát az ontológiai félelem, s a halálfélelem, s minden, nyilvánvalóan, hogy mikor jön a halálfélelem, akikor valakinek skorpió és 8-as házas és újjászületési karmával nem tett meg semmit annak érdekében, hogy újjászülessen, és sőt, elutasítja azt, és ellöki magától, és elhárítja magától az újjászületési lehetőségeket tehát. Nos, tehát akkor nézzük meg, hogy mit lehet csinálni. Örvendeni mindennek, ami van. Örvendeni külső feltételek nélkül, még egyszer mondom. És a szegény volt feleségem egyszer azt kérdezte, hogy Hát mit csináljak, ha kacagjak, mint bolond az annak, amit Zolika nekem emlegetett, hogy mivel ne verjen fejbe magamat, és mondtam, hogy igen, pont úgy örvendj és kacagjál, mint bolond annak, hogy örvend a bolond. És akkor tényleg, na ez az abszolút bolondság, ugye? De ez az, amit az embert megmenti. Ez ahonnan a bolond, a titkos forrás, erőforrás, energiaforrás, a vidámság, a derű, ugye? Mert az abszolútummal, uraim, hölgyeim, az abszolútummal, hogy mondjam, teremt azonnal is közvetlen kapcsolatot, a derűs a nevetés. És ide jön be a másik ellenpéldámnak az ellenpéldája. Emlegettem itt Domján László urat, aki az agykontrollal megtanítja az embereket, az adósságokat mágia segítségével, hogyan szerezze vissza.
nem kell lefizetni verőlegényeket, stb. Mágikus úton visszaszerzem. Gyáva vagyok, nincs erőm, nincs bátorságom oda menni, és azt mondani a másiknak, hogy add vissza az adósságot, hanem mit tudom, beperellek, vagy mit tudom én, megverlek, vagy veszek egy pisztolyt és lelőlek, veszek egy kis belét szúrom. Nem, mágikus úton visszaszerezni. Na most van neki a testvére. Az egy nagyszerű ember. Nem akarom a testvéreket összeugrasztani, hiszen távol áll tőlem ilyen intrika, szó sincs róla. Nem tudom, nem is ismerem őket, de ez az ember, kérem, a Hahuta klubokat ezt tartja fent, hogyha jól tudom, ő találta ki, vagy ő vezette be, vagy nem tudom, más országokban van-e, honnan vette át, de ő is egy darabig, ugye, egy darabig ő is bátyját utánozta, vagy segítkezett neki az agykontrollozásba, és rájött arra, hogy a nevetésnek, a kacagásnak, a hahotának sokkal nagyobb mágikus ereje van, mint az egész nagy, hogy is hívjáknak, tehát mágiázásnak, szilvakontroll, Hosszé Szilva féle, na mint nem tudok beállni már be rendesen a kamerába, na most már megvan, mert fordítva mutatja, a balt jobbnak mutatja, jó? Tehát akkor nem tudja, nem tudta, de most mit tud ez az ember? Hahuta klubokat része, ezért létesített Magyarországon, Budapesten, és óriásiakat kacagnak, úgyhogy hogyha lesz nekem még valamiféle megvalósításom az életben, amit ugye lekáderezett Zolika, hogy milyen megvalósításai vannak, akkor az lesz, hogy Csíkszeredában, ha Isten segít, a bennem levő Isten, ugye, és lesz bennem elég energiás kitartás és felelősségtudat hozzá, akkor valahogy egy Hahuta klubot létrehozok. Miért? Miért van? Hát, de most erről nem kell beszélni, ugye megint, hogy ezt már kimutatták, kísérletek történtek, valaki megneszelte, hogy a vidámság és a kacagás, ugye vannak a bohóc, a gyermek, bohóc doktorok, ugye, stb., hogy mennyire gyógyítja az embert. Hát miért? Pontosan, mert a Plutó az egyetemes kiegyenlítődésnek, a Szent Szellemnek a bolygójának, hogy úgy mondjam, az analógiája, mert nevetés közben mi történik? Kiegyenlítődés történik, kérem szépen. Nem paradoxon elfogadása, hanem kiegyenlítődés. Ténylegesen a yin és a yanggal egymástól nagyon távol, és nagyon esetleg néha ellenségesnek tűnő létellemek, vagy hogy mondjam, életellemek kerülnek egy kalap alá, egy helyre, és az olyan komikus és olyan nevetséges, de megtörtént az egység. És boldogak vagyunk attól, hogy egységben vannak. Ez a titkos, hogy mondjam, háttere az egész bolondságnak, és ezért van az, hogy igenis a bolondkodással, amikor nagy görcsbe vagyok, amikor nagyon erőlködök valamit, nagyon akarok, és nem sikerül, és akkor észreveszem magam, hogy milyen szamár voltam, és akkor az ember kacagjon magán nagyokat, jókat. Tehát az igazán boldog, az igazán úgymond megvilágosodott, mégiscsak a bolond, aki képes röhögni még a saját bolondságán is, a saját ambícióján is. És ez a titkos fegyver, amivel én például ezt az oltárt lépre csaltam, amikor beírtam a megvalósítások közé a ladámat is, úgyhogy utolsó bolondságnak. Menjünk el kicsit közelebb, és nézzük meg azt a ladát, és közben... Na itt... Mi van ez?